Sziasztok! Üdvözöllek benneteket természetes kertemben, és köszönöm, hogy ismét csatlakoztok hozzám. Tóth Andi vagyok, Zero Waste Mentor, gondoskodó és felelősségteljes nőknek segítek abban, hogy élhető jelent és jövőt teremthessenek saját maguknak és családjuknak. Személyre szabott mentorálásommal képes leszel arra, hogy otthonodat és kertedet olyanná alakítsd, ami nem csak stílusos és fenntartható, de egészségesebb, harmonikusabb életet is biztosít. A mai videóban a komposztálásról és a komposztkeretünk felújításáról lesz szó. Komposztálni nem is olyan bonyolult, mint sokan hiszik. Természetesen meg lehet közelíteni tudományosan is, de ha úgy csinálod, mint én, akkor is működni fog. De kezdjük rögtön a legelején. A kerti komposztálás egy fantasztikus módja annak, hogy a kertünkben és az otthonunkban keletkező lebomló hulladékokat újrahasznosítsuk, és gazdag tápanyagforrást biztosítsuk növényeink számára. A komposztálás egy természetes biológiai folyamat, amely során a szerves anyagok, mint például a konyhai maradékok, kerti hulladékok lebomlanak, és humuszszerű anyaggá érett komposztá alakulnak. A folyamat egyfajta biológiai oxidáció, és mikroorganizmusok, illetve földlakó élőlények, mint például lárvák, giliszták, protozoák, gombák, baktériumok, pókok, százlábúak, hangyák tevékenysége, mely együtt a szerves anyagokat lebontja. A komposzt körülbelül 20% szerves anyagtartalommal bír, magas koncentrációban köti meg a széndioxidot, ezért sokkal kedvezőbb az égetésnél. De miért érdemes komposztálni? A komposztálás során biológiailag lebomló anyagokat alakítunk át a növények számára értékes komposztá, amelyet a kertünkben használhatunk fel. Komposztálni azért is jó, mert javítja a talaj minőségét és szerkezetét, növeli a talaj vízmegtartó képességét, csökkenti a légkör széndioxid tartalmát, 30%-kal csökkenti egy átlagos háztartás szeméttermelését, csökkenti a szemétlerakók terhelését, megspórolhatjuk a műtrágyavásárlást is, és elősegíti a hasznos mikroorganizmusok és élőlények sokféleségét a kertben. De mire is van szükséged, hogyha komposztálni szeretnél? A komposztálás igazából nem igényel nagy beruházást vagy bonyolult technikát. Komposztálni tulajdonképpen nagyon egyszerűen lehet. Használhatunk bolti komposztáló ládát, ami lehet műanyagból vagy fából, de elkészíthetjük magunk is a komposztáló keretet, vagy egyszerűen, ahogy még a nagyszüleim is csinálták, komposzthalmot alakítunk ki. Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A műanyag komposztláda hosszú távon problémás műanyag szemétté válik, a fa komposztkeret pedig pár év után elkezd elkorhadni. A komposzthalom pedig nem feltétlenül a legmutatósabb típus, ellenben gyakorlatilag ingyen van. Évekkel ezelőtt az első komposztálónk műanyag bolti komposztáló láda volt, nagyjából 5 év után kezdett tönkremenni, ugyanis a belekerülő növényi hulladék annyira feszítette a tárolót, hogy első körben használhatatlan lett az első kinyitható része, majd nem sokkal később kezdett teljesen szétesni. Igaz, ilyen állapotban még működött pár évig, de már akkor tudtam, hogy inkább fa komposztkeretet szeretnék a jövőben. 7 évvel ezelőtt ez meg is valósult apukám jóvoltából, ő hulladék deszkából készített nekünk elől lamellásan nyitható fa komposztálót. Ez nem csak jól nézett ki, de nagyon jól is lehetett használni. Az elején szakaszosan nyitható lamellák lehetővé tették, hogy csak kevés komposztot szedjek ki az aljából, ha csak olyan kevésre volt szükségem. Ezen kívül sokkal könnyebb volt az átforgatás is. Természetesen, mivel fából készült, a lazuradás ellenére a baktériumok, giliszták, gombák és számos egyéb korhadékevő élőlények a fa szerkezetét is elkezdték lebontani. Idén tavaszra, 7 év aktív használat után pedig ténylegesen kezdett széthullani. Eljött hát az ideje, hogy teljesen kipakoljam, és mentsük meg belőle, amit lehet. Teljesen szétkorhat részeket pedig lecseréljük. A felújításra időhiányában több hétvégénk is ráment, de megérte, mert így a komposztkeretről kapott még pár évet, mielőtt teljesen újra kellene építeni. Mindennek ellenére egyáltalán nem bántam meg, hogy a fa komposztkeret mellett döntöttem, mert ezzel egészen biztosan nem szennyezem a környezetet.
Ráadásul sokkal mutatósabb is, így hogyha nem lenne ez a romfal nálunk, akkor a kertben bármelyik szemmel is jobban látható helyen is ugyanúgy jól néz neki. Hálás szívvel köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, és megnéztétek a komposztálunk felújításáról készült videót. Mindig hatalmas örömet okoz számomra, hogyha sikerül inspirálnom benneteket, és közösen hozzájárulhatunk környezetünk megóvásához. Alig várom, hogy megosszátok velem kommentben a saját zöld történeteiteket, élményeiteket. Legyetek továbbra is ilyen csodásak, és remélhetőleg nem sokat kell várnatok a következő videómra.